A videóban felbukkannak többek között a Búcsú Szent Lászlói, régi ismerősök, Fullajtár Andrea és Andrea Bocelli pedig arról panaszkodik, hogy Bödőcs egy életre tönkretette az Andi nevet. Az Igazság gyomrában címmel készített kisjátékfilmet Bödőcs Tibor, amelyben a Kipcsak TV hétköznapjaiba pillanthatnak be a nézők. A hírigazgató kiadja az embereinek, hogy gyűjtsenek anyagot Bödőcsről, mert az ő nézőik azt akarják tudni, hogy hátulról ki mozgatja a szálakat. A híradóban véleményt mond a humoristáról Totyi Bohóc, a Nemzeti Művészeti Akadémia humorosztályának igazgatója, aki elmondja, az akadémia nem támogatta Bödőcsöt, mert náluk nem divat felfelé támadni. Ezután a Lényeg című műsor Búcsú Szent Lászlóra, Bödőcs szülőfalujába látogat, ahol bölcsődei csoporttársak, régi haverok, átvert bérma keresztapák mondják el róla, hogy bármi lehetett volna belőle, erre fölment Pestre, a Pride-ra. Később Bödőcs eltitkolt ikertestvéréhez látogattak, akivel a humorista megszakított minden kapcsolatot. A videóban Fullajtár Andrea is feltűnik, aki sírva beszél arról, hogy Bödőcs tavaly egy életre meggyalázta az Andi nevet. A Comedy Central nemrég közölte, Bödőcs Tibor alkotói szabadságra vonul, hogy kipihenje az elmúlt időszak fáradalmait. Még több életstílus a Facebook oldalunkon, kövessen minket!